fejlődő nyírbéltek, topos forrásból több mint 700 millió forint érkezik a szabolcsi településre. Flamand kereskedelem az elmúlt évben mintegy másfél milliárd dollárt exportált Magyarország Flandriába. Földészfórum, fontos ismertetni a fiatal helyi gazdákat a biogazdálkodás lehetőségeiről. A különböző pályázatoknak köszönhetően 700 millió forintnyi fejlesztés előtt áll Nyírbéltek. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A településen működő Gyöngyszem óvoda is korszerűsödött, csütörtök délután átadták az intézmény konyháját és ebédlőjét. A beruházás nagy részt a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásából készülhetett el. Sikeres időszakot tudhat maga mögött Nyírbéltek. Az elmúlt években kiépült a szennyvízhálózat, megújult az egészségház, és térfigyelő kamerarendszert is kialakítottak a településen. Csütörtökön pedig átadtak egy új, a 21. század modern berendezéseivel és fejlett légtechnikájával felszerelt konyhát és ebédlőt a nyírbélteki Gyöngyszem óvodában. A forrás nagy részét a Nemzetgazdasági Minisztérium 2016-os pályázatán nyerte el az intézmény. 95%-os állami támogatásból valósult meg, 5% önerőt igényelt. Az önkormányzati testület nagyon szárnyai alá vette ezt a pályázatot, mert szükségünk volt egy új konyha, illetve az óvodának, a régi óvodának a felújítására. Most van nekünk egy új óvodánk, amelyik működik, de a régi óvoda az a 70-es években már óvodaként funkcionált. Korábban azt hiszem orvosi rendelő, illetve szolgálati lakás volt. Visszatérve a pályázatra, tehát 5% önerőt igényelt, így összességében 42 millió forintból valósult meg a pályázat. A jövőben 9 sikeres pályázat révén több mint 700 millió forintnyi fejlesztés érkezett, illetve érkezik a közeljövőben Nyírbéltekre. A terület és településfejlesztési operatív program segítségével mezőgazdasági terménytároló csarnok épül 235 millió forintból, egy 111 millió forintos pályázatból pedig egy úgynevezett nyírbélteki ökoturisztikai látogatóközpontot is kialakítanak. Ezen túl 189 millió forintot fordíthat az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az idősek otthona és az általános iskola energetikai korszerűsítésére, tette hozzá Simon Miklós az átadáson. 800 millió forint 9 pályázatba az, amit az önkormányzatnak és a helyi közösségeknek az elkövetkezendő 2 évben meg kell valósítani. És emellett még van egy régi álom megvalósulása is. Hála Istennek abban is megtettük az első lépést. Nyírbélteknek fontos problémája volt a GANZ telepnek a rendbetétele. A GANZ mérőműszergyár budapesti központi gyárnak egy alegysége működött itt még a szocializmusban, és az épületek eléggé le vannak amortizálódva, és sikerült egy nyírbogáti vállalkozónak több 100 millió forintot nyerni. Pontosan 831 millió forintos összköltséggel a GANZ telephely megújításának köszönhetően egy mikrokohó üzem működik majd a településen, ezzel számos új munkahelyet biztosítanak a településen élőknek. Körülbelül másfél milliárd dollárt exportált Magyarország 2017-ben Flandriába. Ez a Flamand kereskedelmi iroda tevékenységéről és a piaci lehetőségekről szóló fórumon hangzott el pénteken Nyíregyházán. Az iparkamarában Nagy Béla, flamand kereskedelmi tanácsos mutatta be azokat a szolgáltatásokat, amelyekkel az iroda segíteni tud azoknak a megyei vállalkozásoknak, akiknek valamilyen érdekeltségük van a flamand-belga piacon. A politikai problémák ellenére Flandria gazdasága virágzik, piaca pedig folyamatosan növekszik, hangzott el azon az üzleti találkozón, amelyen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cégeknek tartottak tájékoztatót a flamand és a belga piaci lehetőségekről. Az összesítésből kiderült, a magyar és a flamand cégek exportja igen jelentős mértéket ért el 2017-ben. Körülbelül 2 milliárd dollár volt, amit a flamand cégek 2017-ben Magyarországra exportáltak. A magyar export kicsivel kevesebb, az körülbelül másfél milliárd volt. Ezzel együtt Belgium és Flandria kereskedelmi partnerei között Magyarország igen előkelő 24-25. Helyet foglalja el, ami azért, ha belegondolunk, hogy hány száz ország van a világban, egy igen jó helyezés.
A két állam hosszú évek óta jó kapcsolatot ápol, Belgium kiemelten kedveli megyénket. Ennek bizonyítéka, hogy itt épült az inkubátorház, valamint részfinanszírozásból Záhonyban a logisztikai központ. Flandriában a komoly technológiát képviselő innovatív vállalkozásoknak van a legtöbb lehetősége. Ezért a belga nagykövetség ösztönzi a magyar vállalatokat, hogy telepedjenek le a térségben, mert onnan nagyon könnyen elérhető Európa vásárló erejének legerősebb része Németország, Franciaország és Anglia. A vállalatokat próbálják ösztönözni arra, hogy vegyék fel a kapcsolatot egymással. Ehhez például nagyon jó lehetőséget nyújt a Plátó program, amit a Kelet-Flandriai Kamara fejlesztett ki, és Magyarországon elsőnek itt Nyíregyházán kezdődött ez a mozgalom, ma már egész Magyarországra kiterjed, és nagyon sok, úgy tudom, több száz kis és középes vállalkozás tanult már ebből, vesz részt ebben a programban, és alakít ki nagyon jó kapcsolatokat egymással és a flamand vállalatokkal is. A lehetőségek ellenére nem sok vállalkozás tette be a lábát eddig a flamand piacra. Ennek oka elsősorban a nyelvtudás hiánya, ugyanis sok cégnél még most sem beszélnek sem németül, sem angolul. Ez pedig elengedhetetlen lenne a hosszú távon folyamatosan jövedelmező kereskedelemhez. Illegális migránsok próbáltak belépni a határon Csengersimánál, a rendőrök a román határőrizeti szerv munkatársaival közösen egy gépkocsi rakterében kialakított búvóhelyen négy külföldi férfit találtak csütörtökön késő este. Közülük hárman afgán, egyikük pakisztáni állampolgárnak vallotta magát, ezt azonban igazolni nem tudták. Az autóban két ukrán állampolgár próbált segíteni a határátkelésben, így ellenük és az illegális migránsok ellen is eljárást indította a román határőrizeti szerv, olvasható a polisz.hu-n. A biogazdálkodás nehézségeiről és lehetőségeiről tartottak fórumot péntek délután a Flamand Centrumban. A találkozó célja az volt, hogy ösztönözze a fiatal helyi gazdákat az egészséges élelmiszerek termesztésére. Az összefogás eredménye, hogy a Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesülete ezentúl a fiatalon elhunyt kertészmérnök Weisz János nevét viseli. 5 éve alakult meg a Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesülete azzal a fő céllal, hogy növelje a mezőgazdaság területén működő vállalkozások versenyképességét. Ezért a Biokultúra Szövetséggel összefogásban a fiatal gazdákat az egészséges bioélelmiszerek termesztésére ösztönzik. Ez kihívást jelent a gazdálkodóknak, ugyanis jelenleg a dohánytermesztés 5-ször annyi támogatást kap, mint a biokultúra. Én annak idején a rendszerváltás után próbáltam, én Baktaló rendházam élek, ott lakom, és ott próbáltam 90-es években gyümölcstelepítést csináltunk, és hogy rögtön úgy biomódon telepítsük a gyümölcsöst, és hát nem volt, senki nem volt, aki vállalkozzon rá, nem vállalták. Weisz János megyénk szülötte, a Biokultúra Szövetség alapító tagja hirtelen hunyt el 2013-ban. A nyíregyházi főiskola pedagógusaként sokat tett azért, hogy a diákok megtanulják a kertészkedést. Most az ő nevét vette fel az egyesület. Egészen biztos, hogy a jövőben a kiállásunk is, mind a helyi körülmények között, mind pedig országos viszonylatban, vagy a határon túl megjelenésünk egy komolyabb rangot, elismerést ad ez a szakmai vértezettség, és a családjával egyetértve felveszük ezt a nevet. A tervek szerint a jövőben alapítványi formában is segítik majd azokat a fiatal gazdákat, akik biogazdálkodással szeretnének foglalkozni. Nem megfelelő sorrendben haladnak a beruházások, Nyíregyházán véli Csabai Lászlóné, az MSZP Szabolcs megyei alelnöke. A párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján elhangzott, az a 20 milliárd forintos látványberuházás, amely a városban valósul meg, a lakosság mintegy 6-7%-át érinti. Csabai Lászlóné hozzátette, bár minden beruházásnak örülnek, ezeknek a sorrendjével nem ért egyet a párt, a sport mellett más fejlesztésre is szükség lenne Nyíregyházán. Néhány iskolában olyanok a vécék, hogy jó érzéssel nem lehet oda bemenni. De nem kell messzire menni. A megyei rendelőintézet állapotát nem kell sokat beszélni róla, hiszen zsúfolt, rendetlen, kopott, évek óta szükséges lenne annak a felújítása. Tehát azt gondoljuk, hogy a sorrend nem jó.
A Doni katasztrófa 75. évfordulójáról Nyíregyházán is megemlékeztek. A szovjet vörös hadsereg 1943. január 12-én indította meg támadását a Donkanyarban. Itt a második magyar hadsereg mintegy 100 000 katonája vesztette életét. A Doni veszteségekről mai napig nem állnak rendelkezésre pontos adatok. Országszerte megemlékezéseket tartottak a Doni katasztrófa 75. évfordulója alkalmából. 1943. január 12-én a szovjet vörös hadsereg megindította támadását a Donkanyarban. Ennek következtében a 207 000 fős második magyar hadsereg mintegy 100 000 katonája vesztette életét. A nyíregyházi koszorúzást a megyeházánál szervezték. A megemlékezésen Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke is részt vett, aki kiemelte, fontos, hogy a következő generáció is tudja, mi történt 75 évvel ezelőtt. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy hatalmas tragédiája a magyar nemzetnek, egy olyan seb keletkezett a magyar nemzet testén, amely soha nem fog begyógyulni. És mégis nekünk az a feladatunk, hogy erre emlékezzünk folyamatosan. És az emlékezésnek úgymond kettős funkciója van. Egyrészt nagyon fontos az, hogy az utánunk következő generációk, a fiatalok folyamatosan tudják, tartsák észbe az, hogy mi is történt ezelőtt 75 évvel. És ennek az a jelentősége, hogy amíg emlékezzünk, addig sokkal nagyobb az esély, hogy ilyen és ez hasonló tragédiák ne történhessenek meg. Másik az emlékezésnek a második aspektusa pedig az, hogy a hőseinket soha nem szabad elfelejtenünk, mert ők azok az emberek, ők voltak azok a katonák, a honvédek, ugye ez a szó, ez nagyon sokat mond, akik a legfontosabbat áldozták Magyarországért, a magyar nemzetért, az életüket. A magyar történelem egyik legnagyobb vesztesége volt a Doni katasztrófa. Korábban a trianoni veszteségről is tilos volt beszélni, azonban a magyarság igaz történetét minden korban, minden korosztálynak meg kell ismernie. A trianoni társaságnak ez a továbbadása, a küldetése, tette hozzá Dolmai Árpád, a szervezet elnöke. Igazságtalanul és törvénytelenül csonkították meg Magyarországot. Nem tették lehetővé, hogy népszavazásokat tartsanak. Egyszerűen éppen azt hiszem, hogy Masaryk, az első csehszlovák köztársaság elnöke mondta, hogy ha népszavazást tartanak, akkor nem jön létre Csehszlovákia, mert ugye a Felvidéken is még a szlovákok sem szavaztak volna az elszakadásra. Tehát ez a feladatunk, hogy elmondjuk, hisz sokáig, 45 évig tilos volt Trianonról beszélni, viszont tiszta vizet kell önteni a pohárba, és tudja mindenki, hogy mi történt, miért történt. A Trianon Társaság eddig 4 emléktáblát állított Nyíregyházán, idén pedig továbbiak felavatását tervezik a városban. Csütörtökön volt a megyei bemutatója Zsigmond Dezső a Sátán Fattya című filmjének. Az alkotás, amely Nagy Zoltán Mihály kisregényéből született, 1944-ben játszódik, témája a szovjet munkatáborok testi és lelki terrorja. A forgatókönyvet Zsigmond Dezső mellett a Szabolcs megyei Balog Géza jegyzi. Zsúfolásig megtelt a Krúdi Árt mozi csütörtök este. A nézők mellett a Kárpátaljáról érkezett statiszták is érdeklődéssel várták Zsigmond Dezső új filmjét, amely a Gulág Emlékbizottság támogatásának köszönhetően jött létre, elkészítését a Magyar Művészeti Akadémia is segítette. A Málenkei robothoz kapcsolódó történéseket sokáig elhallgatták, először Nagy Zoltán Mihály regénye foglalkozott a témával. Ez alapján készítette a filmet a rendező, aki korábbi munkáiban is gyakran megjelenítette a kisebbségek sorsát. Azt gondolom, hogy minden megalázott és nehéz sorsú, főleg kisebbségben élő nép és ember sorsa izgat, és mindig is ilyen filmeket készítettem azokról az emberekről, akiknek a kiáltása, sikolya, mint például 1943-44-ben ott Kárpátalján, amikor a Nagy Szovjetunió az utolsó határköveket is letette, és kiderült, hogy a kárpátaljai ember nem magyar ember, hanem szovjet ember. Ennek a népnek a sikolyát sehol nem hallották meg a világban. Ez egyébként a filmben is elhangzik. A film Tóth Eszter életén keresztül mutatja az eseményeket. Az asszonyok útnak indulnak, hogy élelmet vigyenek a háromnapos munkára behívott hozzátartozóiknak, így kezdődik a mű. Azóta tudjuk, hogy a Málenkei robot sokkal tovább tartott 3 napnál. A 18 esztendős Eszter szerepét Tarpai Viktória alakítja, aki a kárpátaljai Nagymuzsajon él, gyermekkora óta ismeri a történteket, és korábban monodrámaként játszotta már a regényből készült előadást.
Kislánykorom óta hallottam ezekről a szörnyűségekről, erről az időszakról, mert 10 éves korom óta jártam a Vidnyánszki Éva néni vezette gyerekstúdióba, és ott minden évben méltattuk ezeknek az embereknek az emlékét. Úgyhogy felkutattuk a falvakból a megmaradt verseket, és tehát az embereket úgymond, akik akár Nagymuzsajban, ahol én születtem, akár a környező falvakból. A produkciót Megyingben forgatták, számos jelenetét a Sóstói Múzeum faluban vették fel. A főbb szerepeket Szűcs Nelli és Trill Zsolt alakítják. A film kárpátaljai bemutatóját január 22-én tartják majd Beregszászon. Hagyományteremtő szándékkal első alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Kozma Péter emléktornát. A labdarúgó kupával azonban nem csupán az egykori kormány megbízottnak szerettek volna emléket állítani a szervezők, hanem a kormányhivatalok közti kapcsolatokat is szeretnék erősíteni a sporton keresztül. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal találkozójával indult a Kozma Péter emléktorna. Kozma Péter, a megye egykori kormány megbízottja, tavaly március 4-én hunyt el tragikus hirtelenséggel. Ráemlékezve rendezték meg az ország kormányhivatalainak részvételével első alkalommal a kupát Nyíregyházán. Kevesen tudják talán róla, hogy fiatal korában nagyon szívesen és nagyon sokat futballozott, és amikor felmerült egy labdarúgó tornának megszervezésének az ötlete, akkor merült fel az az ötlet is, hogy egyúttal emlékezünk kormány megbízott úrról. Ez számomra személy szerint is rendkívül fontos, mert nagyon jó kapcsolatot ápoltam vele. Országgyűlési képviselőként pattársak voltunk a parlamentben, és nagyon sok személyes és szakmai, politikai munka és ügy kötött össze bennünket. Én azt gondolom, hogy ez is egy olyan alkalom arra, amikor emlékezhetünk Rájna, és az a munka, amit ő végzett itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az élete során, az így talán még inkább a nyilvánosság előtt is megmaradhat. A torna azonban nem csak a múltra való emlékezést tűzte ki célul, hanem a jelen számára is fontos üzenetet hordoz, illetve a közösségek közti kapcsolatépítést is szolgálja. A jövő pedig az, hogy az élet nem áll meg, hogyha valaki tragikusan is elmegy közülünk, hanem folytatni kell részben az ő szellemi hagyatékát is, akár a történelem iránti szeretetet, a haza, a magyarság iránti szeretetet, vagy a szűkebb pátriája, amit Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének hívunk, iránti szeretete, és hát ebben benne van a sport is. És a sport az a, ugye elsődlegesen a versenysport, az a fiatalok műfaja, de mindenki, aki azt mondja, hogy ezt egy életen át kell játszani, amit heves énekli a labdarúgást, az is az életet jelenti, a csapatot, a csapat összekovácsolását. Kollégák megismerik itt a kormányhivataloktól a másik-másik helyen lévő kollégákat, én csak a telefonhangját ismeri egyébként adott esetben, és itt lehet jó sportbarátok mellett jó hivatali barátságokat is kötni, és szerintem akkor jobban megy még a munka is. Fucsovics Márton bejutott a döntőbe a 75 ezer dollár összdíjazású canberrai keménypályás Challenger tenisztornán. A nyíregyházi játékos az elődöntőben francia ellenfelét búcsúztatta 3 játszmában, 2 óra 15 perc alatt. Marci ezzel a virtuális élő világranglistán a 79. helyre lépett előre, vagyis elvileg top 80-as játékos lett, és ha megnyeri a világranglistán 87. olasz Andrea Seppi elleni szombati döntőt, akkor a számítások szerint 73. helyezetként kezdheti meg az Australian Open-t. Melbourne-ben a moldovai a világranglistán jelenleg 88. helyen álló Radu Albot lesz az ellenfele az első fordulóban. Nehéz mérkőzés vár a Kisvárda női kézilabda csapatára az NB1 soron következő fordulójában. Mátéfi Eszter együttese szombaton hazai pályán a listavezető Ferencváros ellen lép pályára. Dunaújvárosban a legutóbbi bajnokián nem állt messze a bravúrtól a Kisvárda női NB1-es kézilabda csapata. A fordulatos mérkőzésen az utolsó 6 percig náluk volt az előny, ám egy 5-ös gólsorozattal végül a hazai együttes húzta be a mérkőzést 25-21-re. A vereség ellenére Máté Fieszter szerint a mutatott játék bizakodásra adhat okot a jövőre nézve. Ez a dunaújvárosi mérkőzés volt az, amikor szakmailag a legtöbbet kaptam vissza a csapattól. Tehát azt, amit elkezdtünk készülni, videózni, kielemezzük, és amit átbeszélünk, ezt most a gyakorlatban most kaptam vissza a legtöbbet. Úgy védekezésben, mint támadásban, ugye visszarendeződésben, tehát mondhatom azt, hogy egyre tudatosabb
játékot mutattak a lányok, és ha ezt így folytatjuk, akkor én nagyon bízom benne, hogy végre ez pontban vagy pontokban is meg fog mutatkozni. A pontgyűjtés pedig nehéznek ígérkezik a következő bajnokin, hiszen azért Lovas Ferencváros fogadja a Kisvárda szombaton. Azt látni kell, hogy a Fradi nagyon jó játékos kerettel rendelkezik, tehát válogatott játékosok sora, a kispadon is válogatott játékosok játszanak. Akkor lehet bármilyen keresnivalónk, hogyha sikerül azt a gyors játékot, meg a gyors lerohanásokat, amivel a Fradi él, azokat sikerül megoldani. És támadásban nagyon-nagyon bátor játékra lesz szükségünk, akkor lehet keresnivalónk a Fradival szemben. Az elmúlt mérkőzéseken remek teljesítménnyel járult hozzá a csapatjátékához a kapuban Trifa Ágnes. Nyilván valahol ez a dolgom, persze nem fog mindig valószínűleg ilyen jól menni a játék, de azért sok helyen megfordultam már, és sok csapatnál, hál' Istennek, így elég fontos szerepet töltöttem be. Itt is próbálok maximálisan élni ezzel a lehetőséggel, és próbálom a csapatot is tényleg minél előrébb, hát úgymond a én védéseimmel minél előrébb támogatni, és valahol ez egy csapatjáték, tehát összedolgozunk, én úgy gondolom most, jó, nyilván vannak nagyon sok zicser, de ahhoz a szerencse is, valahol gyorsaság is, meg rutin is kell hozzá. Most tényleg úgy érzem, hogy így teljesen így koncentrációba is, meg testileg is egybe vagyok, meg is szoktam úgymond a közeget, hisz azért csak egy új csapathoz és új közösséghez igazoltam. A Fradi elleni szombati fellépésre garantált a Teltház Kisvárán, egy óra alatt elfogytak a jegyek a mérkőzésre. Utána jövő szerdán ismét hazai pályán játszik Máté Fiesztel csapata, a Vác elleni kupa mérkőzésen lépnek pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A különböző pályázatoknak köszönhetően 700 millió forintnyi fejlesztés előtt áll Nyírbéltek. A településen működő Gyöngyszem óvoda is korszerűsödött, csütörtök délután átadták az intézmény konyháját és ebédlőjét. A beruházás nagy részt a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásából készülhetett el. Körülbelül 1,5 milliárd dollárt exportált Magyarország 2017-ben Flandriába. Ez a Flamand kereskedelmi iroda tevékenységéről és a piaci lehetőségekről szóló fórumon hangzott el pénteken Nyíregyházán. Az iparkamarában Nagy Béla, flamand kereskedelmi tanácsos mutatta be azokat a szolgáltatásokat, amelyekkel az iroda segíteni tud azoknak a megyei vállalkozásoknak, akiknek valamilyen érdekeltségük van a flamand-belga piacon. A biogazdálkodás nehézségeiről és lehetőségeiről tartottak fórumot péntek délután a Flamand Centrumban. A találkozó célja az volt, hogy ösztönözze a fiatal helyi gazdákat az egészséges élelmiszerek termesztésére. Az összefogás eredménye, hogy a Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesülete ezentúl a fiatalon elhunyt kertészmérnök Weisz János nevét viseli. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 12-én pénteken, friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik a honlapunkon is, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap felhős, a mainál hidegebb időre lehet számítani. Időjárásunkat egyre inkább a tőlünk északkeletre elhelyezkedő anticiklon határozza meg, amelynek peremén eleinte még nedves, egyre hidegebb levegő áramlik térségünk fölé. Az éjjeli órákban borult marad az ég. Gyenge eső, havas eső is várható, ami egyre több felé havazásba megy át. Az északkeleti szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte túlnyomóan borult lesz az idő, majd délután felszakadozik a felhőzet. Gyenge havazás is várható. A keleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 1 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Vasárnap és hétfőn többnyire gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. Hajnalban erősen lehűl a levegő, és napközben is csak fagypont környéki értékekre melegszik fel. A jövő hét közepén változékony időben lesz részünk, többször megnövekszik a felhőzet, és havazásra, havas esőre is számítani lehet.
Ezzel együtt mérséklődik az éjszakai lehűlés, és kissé erősödik a nappali felmelegedés is.